Sziasztok! Szép estét kívánok mindenkinek! Röviden bemutatkozok azoknak, akik még nem ismernek. Csikós Ilona vagyok, Budapesten élek. 2010. december óta építem a DXN üzletemet, és szinte napra pontosan 5 évre a csatlakozásomtól 2015. november 1-én értem el a gyémánt szintet. Ugyan nem a legnagyobb sebességgel, de annál nagyobb lelkesedéssel és kitartással Busi Sanyék csapatában építem az üzletemet. Anya vagyok, nagymama, feleség, és a hosszú távú tervei megoldását a DXN üzletben látom. A rövid távú céljaimhoz sajnos még elengedhetetlen, hogy ezt egy olyan munka mellett tudom megvalósítani, amire még az állásajánlatokban is kihangsúlyozzák a jó stressztűrő képesség igényét. Ehhez kiváló segítséget nyújtanak nekem a DXN termékek. Telefonos kapcsolatfelvevőként naponta számos elutasítást kapok, ami jó gyakorlás is a DXN üzlethez, már nem riadok vissza a nemektől. Nyugdíjas éveimet azonban nem erre a munkára alapozom, célom, hogy a DXN-nel mi hamarabb elérjem az anyagi függetlenséget. Mégis hálás vagyok, hogy sokakkal ellentétben az én koromban van lehetőségem a napi megélhetésünk feltételeit megteremteni. 56. születésnapomra, ami éppen a napokban van, én szeretnék átadni neked valamit, megosztom veled a gondolataimat. Amikor megtisztelő felkérést és lehetőséget kaptam, hogy webkonferenciát tartsak, különböző témák jutottak eszembe. Mivel gyakran kapok a munkám során nemeket, komolyan foglalkoztat a gondolat, hogy miként juthatok előbbre, hogyan érhető el több igen a napi munkám során, de főként a DXN üzletemben. Van egy kedvencem, Ellen Pace, Kérdezni tudni kell című könyve, amit többször olvastam, de mindig fedezek fel benne új az üzletemben és az élet más területén is jól használható információkat. A könyvet jó szívvel ajánlom neked is, érdemes elolvasni. Nos, az időnk repül, csapjunk bele. Az MLM olyan, mint egy kirakós játék, számos elemből tevődik össze. Ma az egyik ilyen elemről beszélek, és az előadásom témájának a miért-miértje, avagy kérdésből sosem elég témát választottam. Ha valaha volt kisgyerek a közeledben, megtapasztalhattad, hogy amikor a nyiladozó értelmű gyermek rácsodálkozik az őt körülvevő világra, világban tapasztalható események közti összefüggésekre, kérdések sorozata hangzik el. Mi ez, miért, mi történik, ha, és így tovább. A kicsi csak kérdez, és újra kérdez, és megint kérdez. Bizony, a társadalom, az oktatási rendszer, a társak, az érdeklődő, folyton kérdező gyereket is igába hajtják. Előbb-utóbb a sok csitítgatás, leintés eléri hatását, és a nagyobb acska gyermek már nem kérdez, csupán tudomásul veszi a tényt, az élet ilyen, kérdésnek helye nincs. Ez azonban a kreativitást, a tanulást és a fejlődést is nagyon visszafogja. Mire felnövünk, elfelejtünk kérdéseket feltenni, egyre kevesebbszer kérdezünk. De ez is, mint minden más, újra megtanulható. Miért is fontos, hogy megtanuljunk újra kérdezni, jól kérdezni? Mert az üzleti sikerünk nagyban múlik rajta. Sokan azt gondolják, hogy kérdezni mindenki tud, csak válaszolni nem, pedig a jól kérdezést az egyik legtöbb tanulást igénylő tevékenységnek kell tekinteni. Ahhoz, hogy olyan választ kapjunk az életünkkel kapcsolatban, amely valóban segít és előre visz, bizony meg kell tanulnunk kérdezni. A jó kérdés olyan a kezünkben, mint egy varázsvesző, amivel megérinthetjük és mozgásba lendíthetjük a beszélgető partnereink gondolkodását. Amire talán nem is gondolsz, a kérdezés egy különlegesen hatékony marketing eszköz, a pozícionálás lehetséges eleme. Ugyanis az elenyésző azoknak az aránya, akik veszik maguknak a bátorságot vagy a fáradtságot, hogy visszakérdezzenek.
Ha tehát te megteszed, már különbözni fogsz a konkurenciától, aki nem kérdez. De miért is jó, ha kérdezünk? Mert aki kérdez, az irányít. Mindig a kérdező tartja kezében a beszélgetés menetét. Vagy a dolgok mélyére áshatunk. Így könnyebben megtalálhatjuk a megoldást. Természetesen a kérdések önmagukban még nem elegendőek, azokat mindig tovább kell fűzni, hogy mélyebbre lehessen ásni. Fontos, hogy a kérdésből őszinte kíváncsiságot, nyitottságot lehessen érzékelni, mert így hamarabb megnyílik a másik fél. Vagy a kérdéseinkre kapott válaszokból következtetéseket vonhatunk le. Ugyanis a kérdések azért vannak, hogy a válaszok, valódi válaszok megtalálására ösztönözzön minket. Majd ellenőrizzünk, foglaljunk össze, abból kiderül, hogy jól értelmeztük-e a hallottakat. Nem utolsó sorban jól megfogalmazott kérdésekkel hatással tudunk lenni egy beszélgetés kimenetelére, és ez nem csupán az üzletünket viheti előre. A kérdezés tudománya a mindennapi életünkhöz is oly nélkülözhetetlen képesség. A leghatásosabb és legfontosabb pillanatok közé tartoznak azok, amikor a megfelelő időben hangzik el egy jó kérdés, ami aztán gondolkodásra készteti a partnerünket. Ez sokszor rengeteg motivációt képes adni a továbblépésre. És ha kérdezünk, természetesen bizalmat is építünk vele, mert kérdéseink valójában nem rólunk kell, hogy szóljanak, hanem a másikról, a partnerünkről. És ha jól tudunk kérdezni, sok mindent megtudhatunk az emberekről, így könnyebben tudunk segíteni rajtuk, megoldást találni a problémáikra. Mi egyszerű helyzetben vagyunk, mert ha meg akarjuk mutatni a DXN üzleti lehetőséget, vagy csodálatos termékeinket egy ismerősünknek, ezt nagyon egyszerű módon megtehetjük. Meghívjuk egy csésze finom kávéra. Sokan esünk abba a hibába, ha ismerősünk elfogadja a meghívásunkat, egyből rázúdítjuk, hogy milyen fantasztikus lehetőség van a kezünkben, és ez számára is kihagyhatatlan. Nagyon lelkesek vagyunk, ontjuk rá az üzlet és a termékek előnyeit. Nyilván úgy gondoljuk, hogy ez természetes, mert ismerjük őt, tudjuk, hogy segítene kilábalni a betegségeiből, a rossz anyagi helyzetéből, lehetne több szabadideje, amit a családjával tölthetne, és mert segíteni akarunk mindenkinek. Miközben ő egyfolytában azon gondolkodik, milyen kifogásokkal rázzon le bennünket. Néha azt is gondoljuk, amiatt, mert már annyi mindent tudunk az ismerősünkről, és olyan sok információ forrás áll rendelkezésünkre, amiből önkiszolgáló módon megkaphatjuk a választ, hogy felesleges kérdeznünk. Azonban vannak helyzetek, méghozzá az üzleti életben meghatározó szituációk, amikor fontos lenne kérdéseket feltennünk. Mégis sokan nem kérdeznek ilyenkor. Pedig egy válasz is sokat segíthet nekünk. Például az, amit mi gondolunk az ismerősünk helyzetéről, ugyanúgy ő is problémaként tekint rá. Vagy megtudhatjuk azt is, hogy akar-e változtatni a helyzetét. Egyáltalán keresi-e a megoldást? Vagy azt, hogy éppen most van itt az idő arra, hogy változtasson? Tehát jó kérdésekkel elkerülhetjük, hogy elutasítsanak bennünket. Ha például egy partnerünk nem fogadja el az ajánlatunkat, vajon hányszor kérdezzük meg tőle, hogy mi ennek az oka? A tapasztalat az, hogy nagyon elenyésző arányban kérdeznek rá erre az üzletkötők. Miért jó, ha kérdezel? Mert annak több kimenete is lehet. Jellemzően két eredménye lesz, vagy érdemi információtartalommal rendelkező választ kapsz, vagy egy kitérő, semmitmondó, udvarias visszajelzést. De szinte minden esetben válaszolnak. A kérdés azonban nem csak azért jó, mert remélhetőleg kideríted az okát, hogy miért nem vásároltak tőled. Azért is fontos, mert az ügyféllel újabb kapcsolatfelvételt kezdeményezel, illetve fenntartod az érdeklődését, a kommunikációs helyzetet. Könnyen lehet, hogy ott és akkor nem vesz tőled semmit, nem lép be hozzád, de megjegyzi, hogy visszakérdeztél. Úgy érzi, hogy
fontos neked ez a történet, személy szerint is komolyan veszed őt. Érdemes tehát tenni egy próbát, tegyünk fel kérdéseket az embereknek. Kérdéssel azonban nem csak kérdezni, hanem közölni, felszólítani, töprengeni, meggyőzni, vagy magyarázni is lehet. Habár a kérdezés tudománya nagyon fontos képesség, óvatosan kell alkalmazni. A túl sok kérdés erőfölényhez vezethet, és akár vallatásnak is tűnhet. Tehát alkalmazzuk mértékkel. De a sikeres értékesítő nem csak jól tud kérdezni, hanem hallgatni is tud, mert a közmondás szerint is ugye hallgatni arany. A jó kérdezés technikájához szorosan kapcsolódik, hogy figyelemmel hallgassuk a válaszadót. Mindenek előtt magunkat kérdezzük meg, hogy valóban érdekel minket a válasz. Nem csak öncélúan érdeklődünk. A partnerünkre figyelünk-e, amikor leülünk beszélgetni, vagy egészen máshol vagyunk? Tehát csak akkor kérdezzünk, ha megfelelő időt tudunk biztosítani a beszélgetésre. És valódi kíváncsisággal, érdeklődéssel, nyitottsággal és tisztelettel hallgassuk beszélgető partnerünket. Tehát hallgassunk többet, beszéljünk kevesebbet. Az emberek szeretik, ha figyelnek rájuk, ezzel az önértékelését is növelhetjük, hiszen akit meghallgatnak, az értékesnek érezheti magát. Sajnos a rohanó világunkban egyre kevesebb figyelmet szentelünk egymásnak, pedig az emberek tele vannak problémákkal. Egészségi, munkahelyi, anyagi és más egyéb gondokkal. Bizonyára gyakorta előfordul veled, hogy amikor találkozol egy ismerősöddel és megállsz vele beszélgetni, akkor az ismerősöd panaszkodása valahogy sosem maradhat el, mert az emberek szeretnek panaszkodni. Sőt, a rég nem látott ismerős szeret a legtöbbet panaszkodni. Van is miről mesélnie, mert örül neked, hogy találkoztatok, ha érdeklődsz felőle, kérdezel róla. Örül, hiszen tudja, hogy kijöntheti neked a szíve bánatát, és akkor jön a panasz áradat. A lényeg, hogy amikor valaki sokat panaszkodik, az azért van, mert nem ismeri a megoldást. Tehát itt a lehetőség, ha jól kérdezel és figyelmesen hallgatsz, megtudhatod, hogy miben segíthetsz neki. Ha valaki panaszkodni kezd, tanuld meg befogni a szádat, és szépen csöndben hallgatni. Mert hogy az embereknek megértő és nyitott fülekre, csukott szájakra van leginkább szükségük. Légy empatikus és elfogadó. Éld bele magad a másik helyzetébe, érzésvilágába, de nem kell azonosulnod vele. A meghallgatás abban segít, hogy a másik lehetőséget kapjon a saját megoldásának a felfedezésére. Tehát irányítsd úgy a beszélgetést a megfelelő időben feltett kérdéseiddel, hogy ő jusson el arra a pontra, amire kell, a felismerésre, a tenni akarásra. És ha nem zúdítod rá azonnal a tökéletes DXM megoldást, csak figyelmesen, érdeklődéssel hallgatod, nem telik bele sok idő, és a beszélgető partnered majd kezdi úgy érezni, hogy van benned valami rokonszenves, és valószínűleg így nyugtázza. Ez egy olyan ember, akivel jó együtt lenni. Figyeld meg, az illető azzal fog elköszönni, hogy milyen jót beszélgettünk. Jól feltett kérdéseiddel és figyelmes hallgatásoddal már is kialakítottál egy bizalmat közöttetek. Ez előnyére válhat épülő üzletednek és az emberi kapcsolataidnak is egyaránt. Márpedig attól az embertől, akiben megbíznak, szívesebben fogadnak el megoldást a problémájukra, vagy szívesebben vásárolnak, csatlakoznak hozzá. Tehát egy jó kérdés értékes lehet. Képes a beszélgető partnerünk problémáinak felderítésére, aktivizál, és ami nagyon lényeges, hogy nem csak az üzletben, hanem a magánéletben is erősíti a személyes kapcsolatot. Tegyük tehát félre a szégyenlőségünket, legyünk ismét gyerekek, és kérdezzünk bátran. Ezek voltak az én gondolataim az MLM kirakós játék egyik eleméről,
a kérdezés és a meghallgatás tudományáról. Köszönöm a figyelmedet!